Az Óbecsei Egészségházból Óbecse község rendkívüli helyzetek községi törzskarának tegnap délután eljuttatott adatai szerint az elmúlt 24 órában Óbecse községben 12 személyt teszteltek szerológiai gyors teszttel, akik közül ketten pozitívak a COVID-19-re. Óbecse községben a járvány ezen hullámának kezdete óta az Óbecsei Egészségház COVID rendelőjében elvégzett gyors tesztek alapján összesen 111 koronavírussal fertőzött személyt tartanak nyilván. Az elmúlt 24 órában senkit sem utaltak kórházi kezelésre. Azokat a polgárokat, akiknél fennáll a COVID-19 fertőzés gyanúja, illetve akik feltételezhetően kapcsolatba kerültek fertőzött személyekkel, 14 napos karanténba helyezték. A belügyminisztérium búváregységei megtalálták hétfőn annak a 7 éves Péter Évei kislánynak a holttestét a Tiszában, aki vasárnap délután merült el a folyóban. A rendőrség közleménye szerint vasárnap 14 óra körül jelentették, hogy a kislány játék közben kiugrott a csónakból a folyóba, és nem jött fel a víz felszínére. Megkezdődött a sorrendben harmadik Úri Emberek Hete elnevezésű rendezvénysorozat, amit az Óbecsei Népkönyvtár szervez, és amit első alkalommal támogat a Tartományi Kulturális Titkárság. A program célja bemutatni a könyvtár tartalmát, megismerkedni az új alkotásokkal, továbbá az alkotás és a könyvek népszerűsítése, elsősorban a férfiak körében, mivel a statisztikai adatok szerint a nők sokkal többet olvasnak és többet látogatják a könyvtárat a férfiaknál, mondta televíziónknak Lovas Gyianta, az Óbecsei Népkönyvtár igazgatója. Az Óbecsei Népkönyvtár nevében szeretném meghívni polgártársainkat, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg a héten a számukra megszervezett rendezvényeken, amelyeket azzal a céllal tartunk, hogy népszerűsítsük körükben a könyvtár aktivitásait, az előadásokat, illetve nézzék meg az online tartalmat. A tudományos fantasztikus, a játék, a dráma és a vitaműsorok közül mindenki megtalálhatja a neki tetsző rendezvényt. Az Úri Emberek Hetét vasárnap este nyitottuk meg az Óbecsei Fingerbeng együttes csodálatos dallamai mellett. Az Óbecsei Népkönyvtár az előző időszakban a koronavírus járvány miatt nem látott elő olyan rendezvényeket, amelyekben nagyobb számú látogató vehetett részt. Az Úri Emberek Hete az első olyan esemény, amelyen összegyűlhettek az írott szó kedvelői. A hét folyamán a számos résztvevő és előadó mellett az, ami teljesen újdonság az Úri Emberek Hetén, az a rendezvény tartalmának online módon történő követése. Tudtuk meg Mariana Gyákovics-tól, az Óbecsei Népkönyvtár kultúrprogramainak szerkesztőjétől. A program egy része, amit a hétre terveztünk, online platformon keresztül valósul meg. Hétfőtől péntekig egy átfogó programot élvezhetnek a látogatók. Lesz itt irodalomtól kezdve a tudományos fantasztikus témákon át helyi történelmi előadás, továbbá társasjátékokról szóló előadás és filozófiai vitaműsor is. Halla Viktorral, Jasen Lakicsal, Rókus Zoltánnal, Orcsik Rolanddal és Iván Kovácssal, valamint történész professzorunkkal, Dusán Opintyállal való együttműködésünknek köszönhetően. Az Úri Emberek Hete rendezvénysorozat programait szeptember 11-éig minden nap megszervezik.